Okay. Um, let's see here. Um. <laughs> I don't know what I'm going to do. I'm to it for I'm making all of this up. Azért what if this was true? What if I can't got up here? A, if I got up here and just said, you know, I don't really know. I just mi lesz itt. start reading somewhere and hope it's good. And Judas hung himself. <laughs> <laughs> you see, if you want to get somewhere, if you have to know where you're going. Akkor ki, hova right? Igaz, How many of you drove here? Ki az, aki autóval jött ide? Okay. How many of you took the train? Ki az, aki okay. You had to get on the right train. Here at the Bible College, kids get on the wrong train all the time. Tehát itt a if you want to get here, you've got to... the right direction. Ha ide akart eljutni, akkor megfelelő irányba kellett indulnod. You can't just start off and just think, well, eventually, you know, all roads lead to Vaita. Nem lehet úgy elindulni, hogy mellindulok, aztán ugye idővel ide érek, mert hát minden út Vaitára vezet. Because you'll be in Slovakia if you think like that. Mert hogyha így gondolkozol, akkor Szlovákiában köthetsz ki. doesn't work like that, does it? Ez nem így működik, ugye? Nothing in life um, just happens

És azt, hogy ezt tudjuk, ezt, ez mutatja meg a különbséget az élet és a halál között. Eternal life. Az örök élet. Eternal separation. És az örök elválasztás között. I esemtől. trust, though I don't know all of you, I trust that you're born again. That I'm going to assume én, that. It's a bad assumption, az, but I will. Én azt feltételezem, lehet, hogy nem jogosan, hogy mindenki, aki itt van, az megtért hívő ember. If you haven't, then truly knowing where you're going, that's about eternity.

Emlékszem, amikor először körbejártam ebben az épületben. Uh, it didn't, there was no little signs, there was nothing, you know. Nem voltak ilyen kis uh, um, there, jelek kirakva, there, hogy merre again, lehet menni. here, there was no floor. <laughs> Mondjuk itt, itt, itt rögtön kapásból nem volt padló. It was just these itt. beams, Csak and ezek then, and az oszlopok voltak everywhere. itt, meg kosz mindenütt. And I remember the first time going down the stairs, uh, and then getting to the bottom and going, "Wait, which direction am I now? I have no és idea." Where I am. Am. You know. um, are you, is that your life? It is most Christians' experience in life. So you know. It has always been those. Who know where they're going that accomplish the most. It's those who elben. know where they're going that are the most um, confident in the Lord. They're secure. But most of Christianity, most Christians, are just kind of wandering through life. De a legtöbb keresztény az csak így végig végig boklásza az életet. I got my job. i I'm in school. Just go to church. Járok a just Hope something works out. Remélem, hogy maybe, maybe no. Lehet, lehet, hogy nem. And it's just kind of this, you know, it's a mapless venture through life. And the worst part about it is that

Isten szeret minket. Now he loves everyone. Mindegyik we just happen to szeret, know that he loves us. Csak mi vagyunk azok, akik tudjuk is, hogy ő szeret minket. We're blessed. Mi áldottak vagyunk. We know whose we are. Tudjuk, hogy kihez tartozunk. And we know where we've been. Azt is tudjuk, hogy honnan jöttünk. Nem, nem igazán jó helyről származunk. Maybe we know where we are, and it's also not very good. És yourself. azt is lehet, hogy tisztá vagyunk, hogy most éppen hol állunk, és lehet, hogy ez sem valami fényes. Maybe it is good. I hope so. De lehet, hogy jó, és ez a reménységem, hogy úgy gondolod, jó helyen vagy. I don't care if you're in a good place or a lousy place. You, as a Christian, as a child of God, you should know where you're going. De attól függetlenül, hogy te most jó helyen vagy, vagy nem, Keresztényként, tudnod kell, hogy merre tartasz. have you walked into one of the plazas in budapest and found the map that's with the little dot you are here Voltál már úgy, hogy plázában Pesten, hogy oda mentél a elé, és akkor ott egy kis piros pötty jelezte, hogy te most itt vagy. És azt tudva, hogy én hol vagyok, és hogy mi minden vesz engem and körül, exit, körül <laughs> akkor, akkor tudom majd megtalálni az utamat, és remélhetőleg a kiáratot is hamar megtalálom. That's to find is Legalábbis the food and exit. <laughs> erről, erről, van szó a plázában. Hol az ennivaló, és hol a kiárat. That's all to know. You know. Infóra What's the quickest szükségem? way out of this dang place? And my girls are like, "Where's the stores?" <laughs> I'm looking at, "Where's the exits?" You know. It helps me know. It helps you know where we are. I want to read to you. We're gonna we're gonna be in 1 Corinthians chapter nine. So. Please turn there. Most az egy leszünk, onnan okay, uh, I'm going to read a verse to you. Uh, I want to read to you though from Acts chapter 27 before we <coughs> read 1 Corinthians. Egy verset, nem ki a but it's kind of the. Uh, I guess it's just where I want to start tonight. Ez lesz most and it's. In Acts 27, Paul is in the midst of a uh, shipwreck. They're in the midst of a storm. And everything is working against him. Okay, he's not on a tour. nem igazán egy, egy hajóútra fizetett ott be. Hanem mint egy, mint egy fogoly volt ott a hajón. Okay. Um, so he's there his own will. Tehát a saját akarata ellenére van ott azon a hajón. Okay, he's on a ship that is to sink. Olyan hajón ráadásul, amely arra van ítélve, hogy, hogy elsüllyedjen. Now, if that happens

Is an understatement. Az, hogyha azt mondjuk, hogy Pál itt az élet nagy viharába került, az egy eléggé, eléggé nem túlzunk, amikor. You ever feel like that? Van neked is így, hogy így ilyen. Like uh, in chains hogy úgy érzed, hogy, hogy, hogy le vagy békjúz, vagy láncba, láncba vagy verve. No matter what you do, you cannot change your circumstance. Hogy mindegy, hogy mit csinálsz, a körülményeidet mégsem tudod megváltoztatni. A hogy a saját, saját környezetednek a fogja vagy. És mindegy, hogy milyen boldogító gondolatokat találsz ki magadnak, mégis csak egy süllyedő hajón vagy. Paul was there. he can understand. Paul ilyen helyzetben volt, ő ezt mind megérti. Maybe you're not there physically, but maybe you're there emotionally, lehet, hogy nem vagy a So maybe we can learn something from Paul. Úgy, hogy éppen lehet, hogy van valami, amit what does he do? Just cries and says, oh, it's not fair. Ő csak Isten, és azt mondja, oh, ez olyan God is against me. Isten ellenem van.

Even he knew from God the ship was going to sink. You know, we just feel like the ship that we're on is sinking. Paul knew his was sinking. Érezzük, hogy a, hogy hajó, van, süllyed, kiállt, volt, but the Lord spoke to him. Szólt hozzá. And, and, and verse 23, for there stood by me this night an angel. Azt mondja a 23. versben, mert ma ér elém állt annak az Istennek az angyala. Aki vagyok és akinek szolgálok. Do you know what made the difference in Paul's life? Tudjátok, hogy mi az ami, az, ami az igazi változást jelentette, vagy amitől más volt Pál élete? It wasn't a comforting Bible verse, nem, egy, nem egy, nem egy, megnyugtató igevers. Hogy minden a javunkra szolgál. It was knowing who he belonged to. Hanem maga az, hogy tudta, hogy kihez tartozik. That will always be the difference in your lives. Mindig ez lesz az, ami, ami a meghatározó lesz a te életedben. You will you will not always be able to change your environment. Nem lesz mindig képes arra, hogy a környezetedet megváltoztasd. Nor a is it dolgot. always God's will to change your És environment. És nem is mindig ez Isten akarata, hogy megváltoztad, megváltoztasd a körülötted levő dolgokat. In fact, let me take it a little bit further, but David said, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death." És hogy vigyem ezt egy kicsit tovább, ugye Dávid mondta azt, hogy bár a halál árnyékának völgyében járok is. God will take you right through the valley of the shadow. Oh, but if I'm God's, then I'll just float on clouds, right? De, de hát, ha vagyok, az azt jelenti, no. Nem. So thinking happy thoughts about how your circumstance, you know, circumstances are going to stink in your life. Az, hogy most egy kis boldogító gondolatokat találsz ki a körülményeidet, illetően az nem, nem segít, mert a körülményeidben igenis lesznek olyanok, amik borzasztóak és, és lesz olyan időszak, amikor a saját körülményeid fogja lesz. El. I'm in a job that I hate. Hogy lesz olyan munka, amire azt mondod, hogy ezt a, ezt a munkát én utálom. És, a, és küszködök a házasságomban. I didn't get the job I wanted. És nem az a munka lett az, ami, a, nem az az állás lett az enyém, amire számítottam. I had higher expectations of my life. És sokkal többet vártam el én igazából az életemtől. And, and instead I'm just, I'm shackled with disappointment. És ehelyett mi van, itt vagyok látszaverve a saját, uh, saját elkesedésem. And I don't believe it's the, it's my job to tell you, oh, that'll change. És ez nem az én, <laughs> nem az én feladatom, azt mondjam, hogy ah, semmi gond, ez meg fog változni majd. I don't know that. Erről nekem nincs tudásom, én ezt nem tudom. But I do know. De azt tudom, who you belong to. hogy te kihez tartozol. That's what sustained Paul. Ez az, ami életben tartotta Pált. Knowing who you belong to. Hogy, hogy tudta azt, hogy ő kihez tartozik. This ship is going to sink, but the God whom I belong to has already made a promise. Ez a hajó el fog süllyedni, de az az Isten, akihez én tartozok, tette egy ígéretet. Ez nagyon erőteljes. Nekünk keresztényeknek, hogyha el akarunk jutni valahova, tudnunk kell, hogy kihez tartozunk. Tehát hagyd tegyek fel egy kérdést, és ez tényleg egy kérdés, amit felétek felteszek. What's the very end? Hova akartok eljutni? Mi az, ami mindennek a vége? Mi az a végállomás, a végcél? Nem ma hogy... Fáradt vagyok. Where do you want to go in the end of your Tehát, life? Tehát, nem a mástéről beszélek, hanem úgy, úgy az életben, a te, te, kis életedben. Where do you, Christians? I heard a couple people, but you're all lame. Tehát, Where ö, do you want to go? Hallottam, de úgy mindenkit kérdezem a keresztényektől, hogy hol. Like, igen. Anybody want to go to hell? Valaki esetleg a pokolba, akkor. Anybody want to go to hell? There's counselors here for you. Vannak itt, vannak itt lelki okay. gondozók, elbeszélgetnek vele, okay. Ha így van. So the end, okay, so you're, so you know, guys, you know the end of where you want to be. Úgyhogy ti tudjátok, ugye, hogy mi, a, mi az, ami mindennek a végén ott vár rátok, hogy hova akartok eljutni. And you know where you've come from. És azt, az, az is tisztában vagytok, hogy honnan jöttetek ki. So again, now, there is if there is a designer then there is a design for your life Where, what is god doing how are you going to get to the end paul the thing that just sustained him in his life was that he knew who he belonged to. Pál életének a megtartója, a fenntartója, az a tudás volt, hogy ő tudta, hogy kihez tartozik. He couldn't change. Listen, Paul would be a prisoner of his circumstances almost the rest of his life. Pál az ő, az ő, ő körülményeinek a fogja volt, innentől kezdve az élete végéig. But he would never write as a man who was a prisoner. De, de soha nem írt egy sort se úgy, mint, mint aki fogoly volt. He would write as a man who was free. Hanem úgy írt, mint aki szabad ember. Because he knew where he was going. Azért mert tudta, hogy ő hova tart. The path that God took him along in the end was kind of irrelevant because he knew who's he belonged, he knew who's he was. Tehát az az út, amely amelyen Isten őt végigvitte, az igazából nem is számított, nem volt, nem volt releváns. Azért, mert ő tudta, hogy kihez tartozik, hogy ő Istené. Paul was a Driven person, vezér, ő, ő, ő And volt. in 1 Corinthians nine, um, he gives us some advice. Az 1 ad egy on how to live a life of purpose. Hogy and it, of course it begins where we just talked about. It, it begins by knowing who, whose you are. És ugye ez az egész azzal kezdődik, amiről itt az előbb beszéltem, hogy hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mi kihez tartozunk, kié vagyunk. I to Jesus. Én Jézushoz tartozom, his. én az övé vagyok. Lehet, hogy a körülményeim fogja vagyok, de én mégis hozzátartozom. And, you know, of course, I could spend the whole night just talking about that. It'd be easy. So many verses, you know, look to Jesus, the author and the finisher of your faith. But Paul, here in 1 Corinthians 9, he, he gives us some advice, and it's from the Lord, on how to live a life of... purpose. De Pál itt egy olyan tanácsot ad, amely az Úrtól és arról beszél, hogy hogy lehet egy céltudatos életet élni. And, I'm going to say this again to you. Sadly, most Christians don't live a life of purpose. És megint csak hagyd mondjam, hogy sajnos sok keresztény nem él ilyen céltudatossággal, nincs ott egy cél az életében. It only took 11 men to change you know the ancient world. 11 ember volt az, aki az ókori világot felforgatta és we, megváltoztatta. And ever since then we all just sit around and whine and moan about how hard the world is and how tough it is to reach people. És azóta is mi meg itt ülünk és arról panaszkodunk huh. és azon siránkozunk, hogy milyen nehéz is elérni a világot és yeah. megérinteni őket. And so most Christians aren't living with purpose and and I'm asking you

én tudok. 23. Uh -huh. Tehát 19-23-ig. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyan lettem, mint a kis zsidó, hogy megnyerem a zsidókat. A törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralmat levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény lettem, pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek minden lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindez pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részes társ legyek abban. In this passage, we're going to look at some more verses in a, in a, moment, but Paul says five times that he wants to win. Pál itt ötször említi azt, hogy meg akar nyerni valamit. Ebben a, ebben az That's interesting. Ez Winning seems almost anti-Christian, or the desire to win. We shouldn't want to, you know, you know be too ambitious. Nem túl and it's true that self-ambition is. Is deadly. És az igaz, hogy amikor ez az ambíció saját magunkra irányul, az halálos. Emlékezzünk arra, hogy Jézus mit mondott, hogy ha nagyok akarunk lenni Isten országában. How dare you, you horrible Hogy is lehet neked ilyen gondolatot? You be te great. bűnös. You hogy akarsz te a legnagyobb lenni? Miért van ilyen vágy be like Egyszerűen csak örülj, meg szerencsésnek érez magad, hogy egyáltalán én szeretlek téged. Azt mondta nem, nem. Így folytatta Jézus ezt a He mondatban. said, learn to be the servant of all. Azt mondta, hogy tanulj meg mindenkinek okay. a szolgájába lenni. You, should, you should desire to be great in God's kingdom. Tehát ez nagyon jó, ez egy helyes vágy, hogyha ott van benned, meg kell is erre törekedned, hogy te legyél a legnagyobb Isten országában. I've been saved, why? Engem megmentett Isten, de miért? Miért üdvözlöttem? So really hát, hogy ne jussak pokorra. <laughs> Ez egy nagyon-nagyon jó indok. I'll never forget that one. Ezt ugye soha nem is fogom elfelejteni. But there's, then there's more. God wants to do something. De ennél van több is. Isten valamit el akar végezni. And so I want go after that with everything I have. Úgyhogy én ezt meg akarom ragadni, és mindennel, ami, ami, ami az enyém, mindenemmel meg akarom ragadni when Paul speaks about winning, it, 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 speaks about a, a commitment to something. Amikor Pál itt a nyerésről beszél, a megnyerésről, akkor, akkor bizonyos fajta elkötelezettségre utal. Now for Paul, winning in this context was people knowing Christ. Ebben a, ebben a részben, amit olvastunk, a, a nyerés az a Pál esetében azt jelentette, hogy megnyerni embereket Krisztushoz, Krisztusért. That was, that was why Paul was running. Ezért, ezért futott Pál. Ez volt a célja. And so the desire to win led him to a certain type of lifestyle. És maga ez a vágy, hogy ez a, ez a nyerés ott volt benne, ez egy bizonyos fajta életstílust alakított ki nála. This made him commit himself completely. Ez azt jelentette, hogy teljes mértékben elkötelezte magát. I want to win. Én nyerni akarok. Guys, what And I mean, is, I mean this in all sincerity. What do you want to hear Jesus say when you meet him? És kérdezem, hogy te, mit tőle majd well hát, mit done, te Good and faithful servant. Fudge. Hú, you barely made it here, boy. Look at you, aren't you one lucky guy? you're, you're smoking. You just barely made it in here. Még egy picit füstös, éppen hogy be, be, Még a tűzét, tűznyomai ott van rajta. Hell almost got the best of you. you Majd nem elkapott a pokol lágya. You know, is that you know? You know, or well done. You 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 well done. De jó, jó, jó tetted, jó csináltad, jó munkát végeztél. I, want to hear well done. Én ezt akarom hallani. And I'm not being selfish by saying that. És az, hogy ezt mondom, ez nem azt jelenti, hogy önző vagyok.

Miért? Isn't heaven the crown? Isn't heaven the reward? Nem I maga a menjorság a korona, nem maga a menjorság a jutalom. isn't that enough? Az nem elég. It is. De but then Jesus on top says, But I'll reward you. Paul said that he served that he might win the crown of righteousness. Again, we're not talking about some kind of a selfish, ambitious. De ez nem, amiről itt beszélünk, hogy Isten országa nem arról szól, hogy önzőek vagyunk, és saját magunkra irányul ez az ambíció, és azt mondjuk, hogy senki nem számít, én csak megyek But előre. Living in such a way Hanem ez azt jelenti, hogy olyan módon úgy élünk, hogy egy napon az Úr azt mondja nekünk, hogy itt a te koronád. Let's read az utolsó négy verset. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyáján futnak ugyan, de csak egy el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben ön Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyeljenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. How should we run? Hogyan fussunk? Paul says run with certainty. Azt mondta, hogy hogy bizonyossággal a cél iránt. Run with certainty. Tehát bizonyossággal fussunk. Let's go back to the plaza for a minute. Vissza a példához, and pillanat. you're at the red dot. And, and the store is closing in five minutes. Az egész perc múlva bezár. Guys, you're Christmas shopping, and it's the 24th. Tehát most a beszélek, karácsony napján vásárolsz éppen, you have five minutes. És öt perc van and még. Twenty-four people to shop for. És van még 24 <laughs> ember, akinek be And kell I, vásárolnod az ajándékot. <laughs> so what do you do? You stop. Úgy, mit csinálsz? You look at the map. Megász, és ránéz a térképre. I'm here. Én most itt vagyok. I need to get to there. És ide, ide kell eljutnom. What's the quickest path to get there? Mi a leggyorsabb út, hogy oda eljussak? And so then you're gonna just take off in that direction. És ahogy meglátod, elindulsz gyorsan, rögtön abba az irányba. Now. If you're not in a hurry. Ha meg nem siet. Ladies, when you go to the plaza. Ez a hölgyeknek szól, ugye, akik am amikor ők mennek a plázába. Which way should we go? I don't know. Ah, melyik go. menjünk, melyik Maybe this menjünk? Way. Esetleg erre. Oh, look it over there. That's oh, a nice nézd, store. Ott, ott and, az, you know. az egy jó bolt. That's great. Because you have all the time in the world. Nobody. Ez itt is jó zálás, mert hát az okay. az világ összes ideje ott van, but it, vagy, But if there's a hurry, <laughs> if there's a, a great demand, you just you run with certainty. De hogyha valami nagy, tehát hogyha valami szorít, valami, valami, nagyon nagy van a válladon, hogy el kell végezni, akkor nagy bizonyossággal indulsz el abba az irányba, ahova menned kell. You know, uh, Hát ez velünk a felségemmel, ez így megtörtént így a gyerekek kapcsán. When little. Amikor kicsik voltak. Little dudes just walk away and you can't find them. Mert a kis gyerekek ugye a kóborolni, és úgy nem igazán lehet őket megtalálni. And you know, they, they've never, thank God, they've never been very far. De hála Istennek soha nem jutottak el nagyon messzire a gyerekek. But when you can't see them. De amikor nem látod őket. My little Hannah, she likes to, when we're in a store, she likes to climb into the clothes, you know, tehát például a kislányomnak van egy olyan szokás, hogy bemegyünk a ruhaboltba, és úgy bebújjuk a ruhák közé, de úgyhogy hogy nem látszik panic. És van egy olyan pár másodperc, amikor bepánikol szételen. You know, and me that look. Where's Anna? és Joy így ránéz, és hol van Hanna? And I'm thinking, if you don't know, <laughs> és azt gondoltam, hogy ha te nem tudod, <laughs> akkor senki nem tudja, tehát akkor gond van. <laughs> Mert Én fogalmam sincs magamról sem tudom igazán, hogy pont hol vagyok. és amikor, az, első szülöttünkkel ez először megtörtént, amikor a Korinán nem találtuk sehol, you just kind of run in any you can. és akkor az azt jelenti, hogy, az azt jelenti, hogy amilyen irányba csak tudtunk, szétszaladtunk. You know, and again, I've seen other moms, and I, you know, and I know, I see that look in their eye. If they don't know where their kids are, they're panicked. És én láttam már más szülőket, és tehát szemében már it. néztem, aki egyből lerít, hogy fogalma sincs hol a gyerek, és az a pánikot ott tült rajta. You know, and then you just kind of like, you just kind of fan out, like just, oh my God. És úgy minden, minden irányba you know, így, így fej nélkül csak rohangál az ember. I've learned by the, the last now, my fourth. Tehát most a negyedik gyerekre már megtanultam. You know where I go? Tudjátok, hogy én hova megyek? To the exit

És akkor a, pánikba ugye kiáltod a gyereked nevét, <gérlek> hogy Hanna, Hanna, ő meg azt hiszi, hogy milyen jó kis bujocskát játszunk. You know, és know. akkor nézed azokat a ruhákat, amik úgy you rázkodnak. Where's, the counts, mert o -o -o you know. ott van. <gérlek> But you know, when you don't know where you're going, there's just, there's a And there's someone that you love, and you can't. There's a panic. De and I can, I can run, but I'm running without certainty. Én, de semmi nincs bennem, hogy merre futok. I, I don't even know what I'm doing. Fugalom, sincs, mit The minute that I hear that voice. És abban a pillanatban, hogy hallom a hangot, azt a hangot, hogy apa, akkor már megvan a cél, akkor már van egy bizonyosság, hogy merre kell fussak. It and I know right where I'm going Ahogy meghallom, rögtön tudom, merre fussak. És no right <coughs> right senki, senki és semmi nem fog megakadályozni, semmi ruha nem lesz az utamba, tudom, hogy merre kell and then menni. We're going to the for És aztán indulunk a <coughs> vécébe, hogy egy kis kikapás, fenekelés yeah. legyen. Um, not always, just kidding. Nem mindig. Sokszor, de nem mindig. Um, <laughs> we run with certainty. Tehát bizonyossággal, és nem bizonytalanok futunk. How, listen, the goal, you told me that your goal is heaven. Érted? Igen. Jó. Ja. No, tassi. Te sem. azt mondtad, <laughs> I thought nem, nem, nem. ti magatok mondtátok okay. azt, hogy, hogy, hogy a célotok a menny. Are you running with certainty? Or are you just running? Vagy csak fut, <laughs> <laughs> Puff. 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 And I hope I make it in the end. Have you ever watched a race? Már We're going to talk about this a little bit more in a minute, but they run. With Erről még jobban, ezt még jobban is kifejtjük, de ott látszik az, hogy mit jelent bizonyossággal futni, tehát van célfele. Hát, hogyha a célvonal arra van, akkor arra futnak, és nem a másik irányba. If hogyha mindenki erre arccal van, és egy valaki meg a másik irányba, akkor... You think wrong akkor arra gondolt, hogy valami nem stimmel az a fickóval. He's certainly not going to win. Maybe he'll correct course later on, who <coughs> knows. But you know, it's not, he, he's not running with certainty. If heaven is truly your goal, then run with certainty. Because you belong to God. You don't have to try to win heaven. You've been, you've been made a citizen of heaven already. It's not your... mennyet, okay. You don't run with certainty, so hopefully you'll make it in. Futsz, futni, hogy, remélem, you run with certainty because you're already in. Heaven's been given to you for Jesus Christ. Jézus már a I'm on a straight course. <laughs> Tehát egy út vezet oda. I don't want to spend one more minute here than I have to. Egy -többet akarok itt tölteni, mint amennyit kell. I want to spend my time on things that will matter for heaven because that's the place I want to be. Mert én olyan az életet, mert olyan ami a Again, this idea of

És itt, itt, is, itt, az árnyék you know, boxolásról beszél. Them, up, ja, amikor, amikor bemelegítenek a boxolók, az you know, ilyen árnyék boxolás. Próbálnak így felkészülni a, a versenyre. Me ask a De hagyd tegyek fel egy kérdést? If that guy got into the ring with another guy, hogyha egy ilyen ember bekerül a ringbe és egy másik egy, egy ellenfél box. És úgy döntött a ringben, hogy hát akkor én folytatom ezt az árnyék ezt a felkészülő boxolást. Mi fog vele történni? He's a dead man. He's going to get knocked out right Abszolút away. Absolute lesz. Kintik. I don't want I'm not going to punch the person. I'm just going to shadow box with Nem him. Nem fogom megütni a másikat az ellenfelet, hanem csak így a levegőbe fogok vágdalkozni, ahogy gyakorlatoztam. Paul says, if you get in the ring, punch the guy out. Pál azt mondja itt, hogy a ringbe, üst ki az ellenfelet. Hit him. Üst meg. Now, what is he talking about? Mir, miről beszélek, He's pontosan. speaking about living a life that's Takes aim and goes after it. olyan életet mutat be nekünk, hogy úgy éljünk, hogy van valamit cél, akkor üssük azt meg Tehát hogy valami fele üssük, csak úgy összvezza. You are not meant to live your Christian life just shooting in the air. Nem úgy kell élni, nem arra vagyunk elhív vagy. Úgy éljük a keresztényetünket, hogy a levegőbe vágdakozzunk. You're gonna be exhausted. You know. But here's the thing: a lot of Christians are shadow shadowboxing.

meaningless effort in a direction that was not intended for De you. olyan sok, olyan sok felesleges uh, energia megy el arra, hogy olyan felevagdalkozunk, ahol nem is kellett volna. We olyan ahol nem kellett volna. We use a, uh, you know, like a, like a rifle or a gun. You need to take aim. Tehát, hogyha a fe, mondjuk fegyverre gondolunk, a fegyvert azt célozni kell. Valamerre lövünk vele. Let God give you a vision. Engedd meg, hogy Isten adjon neked egy, egy víziót.

És oh. nagyon keményen öklöz. What's next? What's after that? De, de azután mi lesz? Mi What's a következő? Mit, mit kell utána csinálnom? Tudjátok mennyi időt elvesztegetünk az életben arra, hogy azt nézzük, hogy mi a következő, majd az ez utáni dolog? When God is in the utáni dolog. Right de Isten itt található meg, abban a dologban, a jelenben, ahol most vagy. You are here. You're the red dot, right there. Mert te itt vagy, te vagy ez a kis piros pötty ott a térképen, most itt vagy. Punch where you are. És ott öklöz, ahol vagy. Fight. És ott harcolj. Oh, I just can't fight. Yes. Á, nem tudok harcolni. Fight where you are. Don't fight a battle that is 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 somebody else's life. De ott harcolja, hogy vagy, és ne olyan harcot harcolj meg, aki harcol meg, ami valaki másnak az életébe Paul van. Paul said, I have fought the good fight. He didn't say I fought everybody's fight. Pál azt mondta, hogy megharcoltam a hit harcát, és nem azt mondta, hogy mindenki más harcát harcoltam. Fight the fight that God put you in. Azt a harcot harcol meg, amibe Isten téged helyezett bele. And come out swinging. And and but direct punches. És gyere gyere úgy kiévül a harcból, hogy a megfelelő irányba tudsz erősen öklőzni. And I, and and when I'm using this analogy, I'm not simply talking about like you need to go out and win every single person to Jesus. That's what it means. That's not what it means. Amikor erről az analogiáról beszélek, nem nem azt értem ezzel hogy most mennyi ki és minden egyes lelket, akivat találkozó, meg kell nyerned Krisztusnak. Because look at the context When Paul says that I don't want to beat the air, he's speaking about the discipline of his own life. Mert hát a, a, nézzétek meg a kontextust, amikor Pál arról beszél, hogy nem a levegő bevagdalkozik, akkor a saját, a, a, arról a fegyelemről beszél, ami az ő saját életében ott van. Running and boxing. Tehát a futás és a boxolás. I was um, reading last couple days on some of the Elmúlt napokban olvasgattam azokat a, azokat a run, so really care, uh, javaslatokat, vagy tippeket, amiket ilyen olimpiai futók adtak annak, aki futni akar. Most nem azért olvastam, mert én most így nagy futó akarok lenni. I'm being by a big dog or ha csak mondjuk egy nagy kutya, kutya nem üldöz, akkor okay, jól jön ez a to what they said. Na, Hallgassátok meg, hogy milyen, milyen tanácsokat adtak.

A, az, egy másik úgy fogalmazott, hogy, hogy tisztában kell legyél, hogy milyen céljaid vannak, és minden a gyakorlatot el kell végezni. So Tehát mi a célunk? stay focused on our goal. If we want to run. Tehát, hogyha futni akarunk, akkor erre a célra kell fókuszálnunk. Jesus, man. It's the prize of the upward calling in Christ Jesus. Philippians 3. Jézus az. Jézusban az elhívásunk, amit kaptunk. A Filippi 3-on ezt olvasó. Paul in Philippians 1, I'd rather be with him, but it's necessary for me to be here with you. de most itt kell lennem ebben a testben. Jesus. Bár én Jézussal akarnék lenni. Én már a mennyben akarnék lenni vele. That's my goal. Mert ez az én célom. Tells us to have an a Kolosséban azt olvassuk, hogy egy, hogy egy örökké nézőpont kell, hogy legyen a birtokunkban. A, a, már egy olyan, olyan gondolkodás, ami a mennyeiekben gondolkodik. You know, when, when our minds are earthly, Just with trash. Amikor a földiekben gondolkodunk, akkor nagyon sok szemét tud belekerülni But az minded, De amikor a mennyre fókuszálunk, a mennyiekben gondolkozunk, akkor túl tudunk nézni mindazon a szemeten, ami itt van. És ez kell, hogy a célunk legyen, hogy ezt tűzzük ki magunknak, hogy mi én, hogy én Jézussal akarok a mennyben lenni. The world better, guys. A világ az nem lesz körülöttünk jobb. Egyszerűen nem lesz. But our goal is still out there. It's there. Jesus. So how many people, how many people we, we read about in the scriptures that they ran the race and they're there now. They're loving it. És mennyi, mennyi, ember olvasunk a, a, az írásokban, hogy ők megfutották a versenyt. Ők felválták a versenyt, megfutották, és most ott vannak. Tehát azt olvastuk itt tanácsként, hogy legyen meg a célunk, legyen világos a célunk, és csináljuk meg a gyakorlatokat. You gotta, you gotta put in the hard work. Tehát a kemény munkát nem spórolhatjuk meg, az be kell, kell. You want to have a mind that thinks on heavenly things, then you need to start filling your mind with Heavenly thoughts. Hogyha te a, hogyha te a mennyre fókuszálsz és a mennyiekben akarsz gondolkodni, akkor a menny gondolataival kell magadat megtöltened. You, must, you, must, you must. Ez, ez, kell, ez, 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 hozzátartozik. Paul says that there needs to be the renewing of the mind. Pál arról beszél, hogy meg kell újítani az elménket. Pál nem azt mondja, hogy boldogító gondolatokat találjatok ki magatoknak. Paul never thought happy thoughts. Pál nem erről volt híres, hogy ezt tette. He stood on what was true. Ő arra állt rá, ami az igazság you See, this, the world is crossing their fingers saying, oh, I hope it works out. A világ az így viszonya a dolgokhoz, hogy ú, izgulok, remélem, remélem, hogy összejönnek a dolgok. Bácsak, bácsak, We don't live like that. de min nem mi nem mi jélyünk hogy nem mi jélyünk mert hogy ez már mind elkészítetett a számunkra it's done. ez már mind elvégesztetett in fact paul in romans 8 tells you and me that god already sees us in heaven with him pállad román 8 van azt mondja hogy isten már úgy lát minket mint akik már ott vagyunk vele a mennyben. it's done mert már ez elvégesztetett you már will kész. be there mi ez egy tény? Mi ott leszünk. Nothing can separate us from the love of Christ. És semmi sem szakíthat el minket Krisztus szeretetétől. So, Úgyhogy részünkre mi a teendő az, hogy mi az elménket is ebbe az irányba állítjuk be. But how are we going to do that? We have to renew, There needs to be the renewing of the mind De day by day. I am a child of God. Én Isten gyermeke vagyok. I have been saved from hell and set apart for heaven. Engem a pokoltól megmentett Isten, és engem a this world is not my home. Ez a világ nem az én I am just passing through. Én csak itt and while I'm here, Amíg itt I am going to be about my father, my king's business. A -a én az én atyám dolgaival fogok törődni. You know one of the uh, um, all of the Olympic trainers said that it was important to have what's called resistance training. Minden minden uh, olimpiai uh, tanácsadó, T tehát uh, az olimpiára felkészítő azt mondta, hogy nagyon fontos a készülésben az ellenállás. You know, that, you know, force force. Tehát amikor egyik erő neki feszül a másiknak. It's true in our lives too. Ez a mi életünkben is igaz. God uses to Isten is használja ezt az, az a ellenállást, a, ami, ami, a, 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 hogy, hogy, minket formába hozzon. All of them said you must keep a positive attitude. All these coaches. Ja, minden, egyes, minden egyes tanács arról szólt, hogy egy, hogy egy pozitív hozzáállásnak kell a birtokában lenni. What's our positive attitude? I hope I make it, nem. A mi pozitív hozzáállásunk micsoda? Az, hogy remélem, hogy sikerül eljutnom oda? I'm there in God's, N nem. Mert, in God's I'm there. mert I'm hogy Isten, sz, Isten már úgy lát engem, hogy én már most ott vagyok. Gonna, I'm just going to go through the motions of this life for Jesus because I'm there. És én azért megyek végig ezen az életen, és minden Jézusért teszek, mert tudom, hogy én már valójában ott vagyok. One of the guys says this, don't be concerned about anything in the lanes around you. The race will be won or lost in your lane. Az egyik tanács arról szólt, hogy sure. ne foglalkozzal, hogy a melletted levő versenypályákon mi történik a verseny a te versenypályádon fog meggyőzni, eldölni. eldőlni. Vagy itt nyersz, vagy itt veszítesz. You know, the runner who's always looking around Tehát az won't a, win. Az a futó, aki állandóan oldalra néz, hogy mi újság körülött, az nem fog nyerni. How am I doing? Na, hogy állok, hogy állok? Well, you're about to lose, dude. Hát éppen veszítés, vesz, vesztes, vesztésre vesz, állsz. The, those guys that win. Azok, akik uh, nyernek. Have you seen this, this kid Usain Bolt, the Jamaican dude, run? A jamaikai futort, Fastest uh, man in the world aki Hussein Usain Usain Bolt. Usain Bolt. Mindje jamaikai srác, aki most a abszolút hiszerebb ember, a, a te a, oh yeah. a leggyorsabb most a világon. he he's he runs, it's weird how he runs. Nagyon nagyon viccesen fut. He just uh, his head is like up and all he sees is the end. Mert a feje az nagyon magasra így ki van, majd felfelé néz és csak azt látja, ami a végcél, ami a legvégén van. He's running magidenek. against the guy next to him. Ő nem úgy fut, hogy a, hogy a többiek ellenében, aki körülötte van. Hanem ő, get you. ő csak a célra koncentrál, és azt látja, hogy azt a, azt a, azt, a, célvonalat kell átszakítanom. What about your Mi újság a versenytársaiddal? Kit érdekelnek ők? You know, Peter, Peter looked around in his life. Péter az ő életében igenis volt, hogy így körbenézett, hogy ki van körülötte. Jézus, mond meg, mi fog történni Jánossal. Mit választott erre, amikor Péter aggódott János felől? He said, What's it to you? Azt kezdte, hogy mi között neked ehhez? Don't worry about it. Ne aggódj miatta. Run your race. A te versenypályádat fújd be. Na, de hát miért nem úgy futok, ahogy az a másik a Én abban versenyben szeretnék részt venni, mert hát az könnyebbnek néz ki.

Ja, yeah, Daniel, ja, a Danié például nagyon egyszerűnek tűnik. Én Nekem azt tetszik why a so És miért van az, hogy az én versenyem meg annyira, annyira nehéz? And Jesus say, Don't you worry about else. És Jézus meg azt mondja, hogy te nem foglalkozz azzal, hogy másnak milyen verseny Run van. The race that I've you Hanem too. azt a versenyt fúzs meg, amire téged elhívtalak. Fight the fight that I've you to fight. És azt a harcot harcod meg, amire téged hívtalak el. We need to be concerned about being disqualified. We should be concerned. Paul says, I beat my body unless after I have preached to others I would become myself disqualified. others I would become myself disqualified. In the next chapter, Paul will say, take heed lest you fall. és Pál a következő részben azt mondja, hogy vigyázzon az, aki, tehát hogy vigyázz arra, hogy nehogy eles. Pál itt azt mondja, hogy a testem kívánságainak engedek, akkor valójában diszkvalifikálom magam abból a versenyből, amire Isten maga hívott el engem. The way he runs and the way he fights, is not because he doesn't have Christ and hopes to get him. This, no? No. Um, the way that Paul runs and fights. Mm -hmm. It's not because he doesn't have Christ and he hopes that he can impress ja, Jesus. He runs and he fights because he has Jesus and he wants to show the world. A Philippians 3:12. Not that I have already obtained or have become perfect, but I press on in order that That I Filippi 3:12-ben azt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Azt mondja, hogy nem azért futok, hogy megragad, hogy, meg, hogy az enyém legyen. Mert, mert az valójában már az enyém. Úgy futok, mint aki már megkapta azt.

I'll just use me. I can promise you so, I'll never ever, ever run as fast as that dude. Így is tennék, én soha, soha ezt he a is doing what he was made to do. You were made for God's good pleasure. Te Isten for heaven. És a menny, mennyre, for the imperishable crown. Az, a you were saved that others might hear good news. Azért le, azért mentettél meg, azért jutott el üdvösségre, hogy mások is eljuthassanak ide és tőled ezt meghallják. Make no mistake about it. E, e, ezt ne tévesz, Don't miss this. Ezt, ezt ne Life is not a place for proving to God or to anybody else how strong you are. Az élet nem arról szól, hogy be kell bizonyítani Istenek vagy bárkimásnak, hogy milyen erős vagy. It's a place for proving whose strength you trust in. Is it man's or is it God's? Az élet arról szól, hogy 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 megmutasd, azt, hogy kinek az erejében bízol, az emberek erejében vagy Isten erejében. Life is not. The, it's too short to waste on proving how smart you are. Az élet túl rövid, hogy bebizonyítsd, hogy te mennyire okos vagy. It's about how God is az élet arról szól, hogy bebizonyítsuk, hogy Isten mennyire, mennyire kegyelmes. Text. Megjött a szöveg is. Paul says By the grace of God I am what I am. Pál azt mondja, hogy Isten kegyelme által vagyok az, aki vagyok. It's because of grace that I run, Paul says. És azt mondja, azt mondja Pál, hogy a kegyelem az, ami miatt én futom ezt a I don't run so that God will show me grace. Én nem azért futok, hogy, hát ha így majd Isten megmutatja az ő kegyelmét. I run because I've received great grace. Hanem azért futok, mert már megkaptam ezt a nagy kegyelmet. I want to I want to live for that very purpose for which I was created. for. Én azért akarok élni, amire teremtve lettem, um, amiért teremtve lettem. -na 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 -na. Is that Donnie's? Donnie's? Mm -hmm. was that yours? It was. Who's CC? Oh, it was your phone? Yeah. Tippy Kush. No, it's kidding. <laughs> okay, there's only one way to run the race of life. Only one way. <laughs> to win. Now when Paul says that there's you know, here in our analogy he says um, only one can win. Itt azt mondja, amikor beszél erről az analógiáról a versenyről, hogy csak egy and only one receives the prize, csak right? egy, egy kapja meg a versenydíjat. Now that's not true in the Christian life. Ne, ez ugye nem igaz a keresztény életben. You know, only one of you is going to win. Hát csak egy, egy valaki fog közülünk nyerni. And so, ready, set, go. you Úgy, know, most akkor rajt tűz. Vagy kész rajtűz. You know, there's going to be lots of losers and one winner. Sok vesztes lesz, de csak egy nyertes. No, what Paul's saying is, run like the winner. Pál azt mondja, hogy úgy fuss, mint aki a nyerő, aki a nyertes lesz. Okay, run like that guy. Tehát fuss úgy, mint aki a nyertes. Don't run like the guy who's going to get second place. Ne úgy fuss, mint aki majd másodikként fog beérkezni. Oh, well, too bad. <laughs> hát ez már ez van, mit mit No, run to be the winner. Hanem fuss úgy, hogy te vagy a nyertes. With all of our might. Teljes erőddel. Teljes, teljes erőddel. When One young preacher, he made a resolution in his life when he was very young as a Christian. Volt egy, egy fiatal pásztor, aki így a keresztény életének a kezdetén így he tett. said, I am resolved to live with all of my might for Christ while I do live. Az, az egyik arról szólt, hogy, hogy megfogadom, hogy minden erőmmel élek, amíg élek. His name was Jonathan Edwards. Jonathan edwards hív, hívták ezt az ember. A man who change the continent Aki egy egész ecclesiastes 9 says whatever your hand finds to do do it with all your might uh, sorry. these are powerful words with all of your might strive labor give

A, a, kis, a kis az a, 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 a kis szerelmem. She, you know, she's so affectionate. Annyira, annyira kedves tud lenni. You know, always got to give kisses and hugs and mindig I hate that. I ölelget, I meg mindig csak puszilgat, yeah. hogy mennyire utálom I ezt. Hate, ezt, I hate when she wants to give me love. Annyira utálom, amikor így meg akarod. Oh, I love, uh, and I'm kidding. I don't hate it. Okay. It was a mál. joke. <laughs> szóval ez csak a vicc része volt, csak olyan komolyan hangzott. <laughs> Yes, I hate when my daughter, you know, okay. So, You're a weirdo. And i too dumb, too dumb. Um, and oh, I love, I mean, just, she's in this phase where when she sees me, <laughs> and, and, you know, and she just... Daddy! And her eyes get bit bigger than they already are. And she runs, you know, with her arms are out. It looks like she's going to trip the way she runs, but she gets there. And she just comes in and just throws herself into my arms. And I, I love it. But she runs and with certainty. <laughs> There's a goal in mind. Van cél, Get to dad. Hogy that is your goal. Ez a te célod is. Get to dad. Hogy apához. That's what you were made for. Get to your father. Menj a, menj az Run with certainty. Fuss ilyen you belong to him. He will open his arms to receive you. És ő is it doesn't matter what is happening around me. When my little baby bunny wants to run into my arms, I stop and catch her. Mindegy, hogy you know, I stop. Felém, eldobok, and I imagine how much more God loves us. Just with arms open wide. Whose are you? You're God's. Istenhez. That doesn't change. Ez nem fog you have been obtained, so run. Téged You've been purchased, so run. You don't have to earn it. Nem kell már ezért it's just yours for the enjoyment. Ez már tied? Azért, hogy you do it. Listen, you watch the great, great athletes. It, they make it look like it, it's no work at all. Hogyha te it nézed, ahogy so a nagy, nagy atléták ott részt vesznek a, a versenyben, úgy látszik, mint hogy olyan tök könnyű lenne ez az egész, hogy tök megy nekik. Just make it look like it's just fun. Úgy tűnik, mint hogy az egész csak egy nagy móka. Mindenkinek know. nagy nehézség ez, és látszik is rajtuk, nekik meg olyan könnyen megy. How, how they do that? De ez, they're they're made to do. De ez hogy, hogy történhet meg? Azért, mert ők azt teszik, amikor eh, futnak, vagy. Atnak And is it, amire is it painful? Yes. E ez fájdalommal jár? Igen. Does it take discipline? Yes. Szükségem, szükség van fegyelemre? Igen. Are you going to accidentally stumble into being a godly person? No. Arról szól az, hogy csak így a levegőbe vagdalkozunk, hogy, hogy így legyünk majd Isten félő emberek? Nem. You must punch in the right direction. A megfelelő irányba kell öklözni. You must run in the right direction. És a megfelelő irányba kell futni. Will it be painful and hurt? Yes. Ez fájdalommal fog járni, és, és uh, nehéz lesz, igen. But is it worth the prize? De megéri, megéri az, a, amit kapunk a jutalomért. One of my favorite runners, an American dude named Michael Johnson. Michael Johnson is, uh, is. Michael Johnson made, az egyik is kedvenc uh, futóm, amerikai futóm. Arrogant, arrogant man, but he can run. Hát, egy elég ember, de futni azt I tud. I don't like his character, but he can run. Tehát a jelleme az nem a kedvencem, de futni azt tud. His coach, when he first began to train this young boy, he said, how did you make a champion? He said, I didn't make a champion. Mondta, nem, nem, nem bajnokká, he said, I brought the champion out. Csak a he said, on our first day of practice, az, a, az in napján, Texas. Texas We got we 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 started stretching and warming up. Elkezdtük a bemelegítést, meg a nyújtást. And I and I told him, okay, Michael, you know you're going to run, you know, whatever, you know, do these runs, do this. Mm -hmm. Ah, mondtam neki, hogy na course. akkor Michael, most ezt a távot kell befutnod, tehát And elindulhatsz. Said, right when I said it, Texas thunderstorm just hit. And, and it a, just drops like buckets. Azt mond, buckets. azt mondta az edző, hogy pont amikor ezt így az utasítást kiadtam, akkor egy ilyen hatalmas Texas-i vihar lett, és ilyen hihetetlen eső mennyiség És akkor az edző mondja, hogy én rohantam, hogy valahol menedéket keresse. Exactly és Michael viszont elkezdte futni azt a távot, amit épp az előbb mondtam neki. És akkor én utána kiáltottam, és mondtam, hogy gyere ide a, a, a here, mert hát meg fogsz itt sérülni. And he said, he shouted back to me, coach, do you think it's always to be bright and sunny when I run? És a vissza, visszakiáltott neki Michael, hogy gondolod, edző, hogy mindig majd napfényes uh, idő lesz, amikor futni fogok? He won gold medals, by mm. the way. És amúgy ő volt az, aki hét aranyérmet nyert. Did it cost something? Yeah, it cost something. Került ez neki valami Igen, került. Was it worth it? Megérte? Yeah. Hát persze, hogy megérte. It was very much worth it. Nagyon is megérte. Guys, run. Fussatok ti is. Imperishable crown. A hervadhatatlan koszorúját. Run. Fussatok. You are here. Ti most itt You're going to get here. Oda kell eljutni. Run that way. Abba az irányba. Run that way. Okay. Oda. Lord, I'm so grateful that, that we don't have to try to um, earn or, you know, gain your favor. Lord, it just freaks me out to think that.

Mert ők Isten jó tetszésére, jó kedvére lettek Lord, I want to obtain that which for I was obtained for. I want that for I was obtained for. Lord, szeretném megragadni that, that were yours. Lord, I Not that Uram, hogy ez, hogy ez ne elcsüggesztő legyen, hanem igenis bátorítás, hogy, hogy ők hozzátartoznak. Be hogy ez ne nyomás legyen az életükbe, hogy jobbnak kell lennem. Hanem, hogy engem szeret Isten úgy, ahogy vagyok. And because that's true, Lord, I, I want to be better. <laughs> És Uram, mivel ez igaz, ezért akarok jobb lenni. I, want to run. Ezért akarok futni. I want to fight. Ezért akarok harcolni. I want to make it to the finish line. Ezért akarok eljutni a célvonalig. I don't want to be disqualified. És nem akarom, hogy diszkvalifikálnak. No matter how many shipwrecks lie ahead, Lord, I want to just keep fighting. Minden, hogy hány hajótörés lesz még. Én, Uram, tovább akarok harcolni. Help us, God, to never quit. Uram, segíts nekünk, hogy soha ne adjuk fel. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Most dicsőíteni fogunk még egy kicsit, és uh, jó lesz. Jó volt nagyon, amit fél mondott. Azt fogjuk csinálni, hogy hátra, hátrébb visszük ezt a pulpitust, elrakjuk a mikrofont is, és, és ahogy dicsőítünk, bátorítok titeket, hogy, hogy nyugodtan gyertek közelebb, üljetek le ide akár a szélére, akár a földre, és, és tényleg dicsőítsünk egy kicsit, imádkozzunk még egy kicsit, hogyha az Úr valamit a szívetekre helyez, akkor azt, azt nyugodtan mondjátok, lesz rá lehetőség, valószínűleg a mai este az nem lesz olyan nagyon hosszú, mint mert ugye mindenki munkából jön, meg hosszú utazás után, de még egy kis időt töltsünk elő előtte. Szóval bátorítok titeket, hogyha hátul ültök, vagy hogyha csak ott, ott kényelmetlen sorok között, akkor gyertek ide előre is. És tényleg ilyen családba vagyunk most inkább. És, és dicsőítsük még kicsit Istent, és vigyük elé a szívünket. Kérdezzük meg, mi a mi futásunk. Mit kell most tenni?